A koronavírus járvány nehéz helyzetbe hozta a könyvtárakat is. Az intézmények tavaly november óta vannak zárva, és egy darabig nagyon úgy tűnik, hogy ez még így is marad. Ugyanakkor a digitális szolgáltatásokkal sikerül azért elérni az olvasókat. Az országos Széchenyi könyvtár például újításokkal is készül. Milyen megújulások történtek, és magáról a fejlődésről már Rózsa Dáviddal, az országos Széchenyi könyvtár főigazgatójával beszélgetünk. Jó estét kívánok, főigazgató úr! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket! Megengedi a beszélgetést, azzal kezdeném, hogy épp jókor beszélgetünk, mert hogy március 16-án lesz épp egy éve, hogy elfoglalta vezetői székét a Nemzeti Könyvtárban, és sajnos épp ezzel egy időben is kellett, hogy bezáruljanak a könyvtárkapuk is a koronavírus járvány miatt, ezért tulajdonképpen a munkáját a digitális átállás felgyorsításával kellett, hogy kezdje. Milyen innovatív megoldások születtek, hogyan tudták azt elérni, hogy országszerte az olvasók továbbra is lelki táplálékhoz jussanak? Valóban az elmúlt egy év az országos Széchenyi könyvtár számára a digitális átállással, illetve ennek a felgyorsításával telt. Egyrészt a saját munkafolyamatainkat is át kellett állítani, digitalizálnunk kellett, át kellett állnunk a távmunkára. Másfelől pedig, miután 3 hónap kivételével sajnos személyesen az olvasói terekben nem találkozhattunk az olvasóinkkal, ezért az online térbe költöztettük a szolgáltatásainkat. A Nemzeti Könyvtár számára ez egyébként is egy stratégiai cél, hogy azt a páratlan dokumentumkincset, amelyet őriz, és amelyet a kiváló kollégái folyamatosan feldolgoznak, ezeket mindenki számára elérhetővé tegye. Ez a helyzet, a járványhelyzet lényegében fölgyorsította ezt a folyamatot. A június 4-ével, a 100. trianoni évfordulóval kezdődően fél év alatt 5 új tartalomszolgáltatást indítottunk. Igyekeztünk a lehető legszélesebb palettáról válogatni a tartalmainkat, tehát az első világháborús fotóinktól, az újkori metszeteken át, egészen a gramofon lemez gyűjteményünkig több 10 000 dokumentumot tettünk elérhetővé. De nem csak az országos Széchenyi könyvtára volt jellemző az elmúlt egy évben a szolgáltatásoknak az innovatív megújulása. Azt mondhatom, hogy országszerte valamennyi könyvtár és valamennyi könyvtáros azon dolgozott, és azért dolgozott, hogy a hiteles és minőségi információkat továbbra is tudja biztosítani az olvasók számára, akár az online téren keresztül, akár egészen a március 8-ai zárásig, például külső könyvátvételi pontokon, könyvházhoz szállítással, óvodákba történő könyvkiszállítással, illetve hétfő óta a Debreceni Megyei Könyvtár például egy könyvkölcsönző automatát üzemeltet, ott tehát teljes egészében ki van zárva a fizikai kontaktus. Nekem ezek közül a házhoz szállítást tetszik a leginkább. Említette többször is több ízben a digitalizációt, és idén mindez megújul, vagy maga a folyamat továbbfejlődik, ha lehet így fogalmazni, olyannyira, hogy tervezik elindítani Közép-Európa legnagyobb digitalizáló központját az épület 8. emeletén. Hol tartanak most ezek a folyamatok, és mi a távlati cél? Az, hogy minden elérhető dokumentumok elérhető legyen majd a későbbiekben az interneten is? Mondhatjuk, hogy mindegyikkel kapcsolatban ez a cél? Azt mondhatjuk, hogy a Nemzeti Könyvtárnak célja, hogy a lehető legtöbb dokumentumát elérhetővé tegye az interneten. Természetesen a szerzői jogi és egyéb szabályoknak a szigorú figyelembevételével. Valóban Közép-Európa legnagyobb, és Európa, nyugodtan mondhatom, hogy egyik legnagyobb és legkorszerűbb digitalizáló központja épült föl az épületünk 8. emeletén, és az itteni lényegében ipari mennyiségű termelés, az az idei évnek a feladata lesz, illetve termelés megindítása az az idei év feladata lesz. Továbbra is a különleges bánásmódot igénylő dokumentumokat is digitalizálni kívánjuk. Ezekhez ugye gyakran manufakturális módszerek kellenek, de szeretnénk áttérni a tömeges digitalizálásra is, és amit csak lehet minden honfitársunk számára megmutatni.
Eddig 21 ezer kötetet számlál ez az adatbázis, vagy már lehet, hogy azóta még többet. Aki felmegy az oldalukra, az láthatja, hogy a Nemzeti Könyvtár, illetve az illetékes szervek oltás regisztrációra buzdítanak. És itt azon gondolkodtam, hogy itt nyilván a hivatásuk is, amely az ember életeken túl, persze a hivatásuk is az, amely középpontban áll, és amelyet szeretnének úgymond visszakapni. Nem beszélve a tudás élményről, a könyvtári élményről, de mégis miért gondolták fontosnak azt, hogy mindenre buzdítsanak, és hogy ilyen felületeken is ezt terjesszék, hogyha lehet így fogalmazni? A könyvtárosok nem csak lelki és szellemi táplálékot nyújtanak, hanem a hiteles és a minőségi információknak a közvetítői is. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben mi is megszólaljunk, és arra buzdítsuk a lakosságot, hogy minél többen regisztráljanak és oltassák be magukat. Hogyha a könyvtárak oldaláról nézzük ezt a kérdést, valóban az olvasókkal meg tudjuk találni a hangot és a kapcsolatot az online térben is, de a könyvtár az egy eleven tudásközösség, egy eleven élő kulturális közösség, és a könyvtárak akkor tudnak igazán élni, hogyha az olvasók, a könyvtárosok és a könyvek között van egy folyamatos és élő kapcsolat. Ezt csak akkor fogjuk visszakapni, csak akkor fogjuk a normális életünket mindannyian visszakapni, hogyha minél többen regisztrálnak az oltásra. Várjuk, hogy újra belépessünk a könyvtár kapuján. Főigazgató úr, köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget!